Valamivel több mint egy hete van új politikai berendezkedés Magyarországon, és igazán nem mondhatjuk, hogy ennek ne látnánk egyértelmű jeleit. Ez egy gyáva pucs volt. Már épp itt az idő, hogy bezárjon a népszabadság váratlanul. Az, ami ma történt, az disznóság! Miután ugye a népszavazási eredménnyel a Fidesz létrehozott egy új politikai kategóriát. Tehát új politikai kategória születik, a elsőpről sikerű érvénytelen népszavazás? Melyik szempontból szeretnél nézni? Ebből levezették az új varázsszót is. Nevezzük ezt most új egységnek. Kérdés tehát, hogy mit kezdjünk ezzel a most létrejött új egységgel. Új egység. Elsőre pont ugyanolyan szóvilágnak hangzik, mint mondjuk ez. A keményen dolgozó kisemberek, ott a kisembereket, a keményen dolgozó kisemberek. Minden keményen dolgozó kisember, de... Vagy mondjuk ez. Brüsszelnek ezt az álmokfutását. Kényszerbetelepítés, elutasító álláspont. Kényszerbetelepítés. Egy felső korlát nélkülivé válhat a betelepítés. Aztán szombat reggel arra ébredtünk, megtelt tartalommal, mit is jelent pontosan ez az új egység. Október 8-a van, magyar sajtótörténetben példátlan dolog történt, ugyanis se szó, se beszéd. A legnagyobb magyar nyomtatott napilapot, a Népszabadságot beszüntették, és ennek az internetes verzióját. A helyzet az, hogy fel van függesztve ugye a kiadás, és mi is a munkavégzés alól. Szombat reggelre tehát a legnagyobb politikai napilap, a Népszabadság felfüggesztette a működését, a 0.hu archívuma pedig elérhetetlenné vált, mindenről a dolgozók is csak aznap reggel értesültek. És mit mondott erre a Fidesz alelnöke, Németh Szilárd? Hát szerintem már épp itt az idő, hogy bezárjon a Népszabadság váratlanul, tehát... Nekem ez a szerint véleményem. Éppen ideje volt, hogy megszűnjön váratlanul. Ugye ez nagyjából úgy hangzik, mint az éppen ideje volt, hogy főbelője magát a Moszkvics hátsó ülésén. Annál is inkább furcsa, hogy a Fidesz ezt mondja, mert maga a MediaWorks, a kiadó is ugye gazdasági okokra, veszteségekre hivatkozott, hogy eléggé álságosan, arról több cikket is írtunk. Ehhez képest ugye a hatalom nyíltan kifejezte, hogy a Népszabadság megszűnése lényegében egybeesik az érdekeivel. A szombat esti villámgyorsan összerántott tüntetésen sem tűnt úgy, hogy az emberek elhinnék ezt a gazdasági magyarázatot. Annyit tudunk a politikáról, amit a sajtó elmesél. És úgy fest, hogy mostantól egy olyan országba fogunk élni, ahol a magyar idők meséli majd el azt, amit a politikáról tudni kell. Bár a legnagyobb visszhangja a magyar idők égetésnek volt, azért történt más is a tüntetésen. Abban a helyzetben vagyunk, hogy a magyar nép vezetői jelenleg a magyar nép ellenségei. Bizony! Az oktatás is tönkrement, az egészségügy is tönkrement, a rokkanyugdíjasokkal is kiszúrtak, az egész Magyarországgal kibasztak, csak azért, hogy a saját zsebük tele legyen. De vissza a szakmához, a héten az ELTE média tanszék szervezett egy beszélgetést, amin ott volt Pető Péter főszerkesztőhelyettes, és így mesélt arról, mi történt a Népszabadsággal. Ha gazdasági okai vannak ennek, akkor a tulajdonosnak rengeteg lehetősége lett volna arra, hogy ezt közölje. Mondjuk néhányat. Augusztusban leül a vezetéssel, a vezetéssel, és azt mondja, nekem ennyi pénzem van ennek a termék fenntartására. Erre ki tudtok-e dolgozni egy koncepciót, vagy nem? Aztán eldönti a lapvezetés, hogy ilyen feltételekkel vállalja. Mondhatta volna azt, hogy én tovább nem tartom fel, ezért keresek egy vevőt. Tehát ha a következő három hónapban nem jelentkezik vevő, akkor bezárom ezt az újságot, ennyi az ára. Semmi ilyen előjele nem volt. Mondom még egyszer, matricákat ragaszgattam péntek este. Matricákat. Ezek után bezárták. Ezek után azzal indokolni, hogy ez gazdasági döntés volt, az tényleg a humor kategória. Az egyébként tény, hogy a Népszabadság veszteséges volt, mint ahogy arról is régóta lehetett hallani, hogy a kiadóvállalat előbb-utóbb kormány közelbe kerülhet. Ilyen körülmények között viszont, ahogy a Népszabadságot bezárták, politikai okokból szoktak újságokat bezárni, ehhez pedig érdemes felidézni, hogy mivel is foglalkozott a lap mostanában. Mikor mond le Rogán Antal? Mit tudom én? Fogalmam sincs, nem vagyok helikopter szakértő. Ebbe bele kell állni. Lebukott. Ez történt Rogán Antal propagandaminiszterrel, aki nemhogy helikopterrel ment Kisrofó koncertre, de még le is tagadta ezt. Ezt a Népszabadság írta meg, amikor még volt Népszabadság. És mi volt a másik fő téma? Nem én vagyok a magyar miniszterelnök. És annak, hogy a jegybank elnök a szeretőjének ad állást, annak lenne következménye? Semmi jegybank elnök nem vagyok. Pontosan olyan sztorikkal, amik a legjobban fájnak a kormánynak, egyébként nem csak ennek a kormánynak, hanem bármilyen kormánynak, az ilyenek fájnának a legjobban. Rogán helikopterezése, majd lebukása ugye azzal, hogy hazudott, vagy Matolcsi ügyei sokkal közérthetőbben, sokkal egyértelműbben mutatják meg a korrupciót, mint a bonyolult céghálós, adott esetben egyébként sokkal fontosabb, de mégiscsak nehezebben átlátható sztorik. De nem egy komoly kérdés. Minden lenne komoly kérdés, egy miniszter lebukik egy hazugsággal. Nem komoly kérdés, barátom. Egy gyors zárójel a miniszteri tavaly kinevezett Rogán Antalról, ugye ő felel a kormányzati tájékoztatásért. Ehhez képest gyakorlatilag hónapok óta bujkál a nyilvánosság elől. A parlamentben ezen héten ugyan felszólalt, de elérni nem nagyon lehet. Ott Rogán Antaltól kell ezt megkérdezni. Ezt vele kell tisztázni, nem lehet. Ezt kérdezze meg tőle.
Propaganda miniszterként pedig ugye ő vezette a kvóta kampány kommunikációs részét. Na de hogy csinálta ezt a kommunikációt? Ennek egy sima nyert ügynek kellett volna lennie, az emberek nagy része őszintén szólva tényleg egyetért azzal, hogy ne jöjjenek migránsok, tényleg elég magas az idegenellenesség. Ebből kellett volna kihozni egy érvényes népszavazást. Elviszik a nyugdíjat, elviszik a segélyeket, emelik az adókat. Miből fizetjük őket ki? Hát mindenki felmegy szavazni, és akkor nem mehet szavazni, és akkor nem fognak ide bekerülni a migránsok, mert semmi keresni valójuk sincsen itt. Ehhez képest a Rogán-féle kommunikációnak sikerült annyira túltolnia, hogy ez nem jött össze. Ez nagyjából olyan, mintha a kormány kiírna egy népszavazást arról, hogy szereti-e ön a szexet, Rogán Antal pedig így kampányolna mellette. De vissza a témához. Sokakban felmerült, hogy miért kellett ezt így csinálni. Simán megtette volna a kormány, hogy szép lassan bekebelezi a népszabadságot, ahogy ez megtörtént az Origóval, megtörtént a TV2-vel. Miért kellett ilyen látványosan, hogy ebből zajos botrány legyen? Egyelőre nem tudunk bejutni az épületbe, de türelmes emberek vagyunk. Az egyik magyarázat az lehet, hogy a kormánynak tulajdonképpen a kiadóvállalatra volt szüksége, ezzel a megyei lapokra, több más sajtótermékre, és úgy akarták megszerezni a MediaWorks-t, hogy előtte elvégzik a piszkos munkát a népszabadság beszántásával. Erről is írtunk egy cikket. A másik lehetőség pedig az, hogy éppen ez volt az üzenet. Németh Szilárd nyilatkozata után igazán nem túlzás arra gondolni, hogy nincs már szükség valójában itt a gazdasági okok álcájára, nincs szükség erre a fügefalevélre, és itt jön képbe az új egység. A kérdés tehát, hogy mit kezdjünk ezzel a most létrejött új egységgel. Mert végül is a dolog üzenete elég egyértelmű. Aki kellemetlen ügyeket áss elő a kormány számára, az számíthat rá, hogy a vártnál sokkal gyorsabban, sokkal hirtelenebb módon, és akár durvábban is leállíthatják. Azik a személyes tárgyaink azóta is ott vannak dobozokban, és nem jutottunk hozzájuk. Az e-mailjénkhez nem férünk hozzá. Ez egy gyáva pucs volt. Fejlett országban biztosan nem fordult elő olyan, hogy a legnagyobb ellenzéki politikai lapot, illetve a legnagyobb példányszámot adott politikai napilapot egy éjszaka bezárják úgy, hogy összecsomagoltatják az emberek cuccait egy dobozba bezárva, majd azzal hitegetik őket, hogy a vasárnap majd várja őket a pizza az új helyen. Ha belegondolunk, tehát ezt valakinek elmesik, hogy leírják 3 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, hogy így lesz vége a legnagyobb lapnak, akkor röhögőgörcsöt kapunk, hogy ez lehetetlen. Akkor ezzel vége a sajtószabadságnak, ahogy sokan mondják? Természetesen ez túlzás. Azóta is jelentek meg igaz cikkek arról, hogy mi történt valójában, továbbra is meg fognak jelenni. De egyrészt sok ember nagyon nehéz helyzetbe került, akik a Népszabadságnál dolgoztak, és nem tudják, hogy mi lesz velük a jövőben. Másrészt ugye eltűnt évtizedek munkája azzal, hogy az archívumot is leállították, és az új egység küldött egy elég egyértelmű jelzést arról, hogy mit gondol a nyilvánosságról. Egyébként nagyjából ugyanazt, amit Tasnádi László államtitkár mondott nekünk néhány hete, miután írtunk egy számára kellemetlen történetről. Ön számod, de kérem szépen, hát önfelelősség, hogy mit mond.